Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt országgyűlés! Krasznahorka büszke vára rászállott az éj homája, magas tornyán az őszi szél régmúlt dicsőségről beszél. Magyarok milliói éneklik ezt a dalt, melyet II. Rákóczi Ferenc hanvainak hazahozatalakor 1906-ban a vár akkori grófnője Andrássy Gyuláné szerzett. Milyen felemelő, hogy pontosan a mai napon, 1676. március 27-én született a nagyságos fejedelem II. Rákóczi Ferenc, és milyen tragikus is egyben, hogy a szülőhely Borsi ma már nem Magyarországon található. Krasznahorka vára ugyanolyan felvidéki jelkép a magyarság számára, mint a zápolyák ősi fészke Szepesváralja, mint a pozsonyi vár, a betléri Andrássy kastély, a késmárki tököli vár és mauzóleum, és persze az orvul elpusztított Dévény és Zoborhegyi millenniumi emlékmű, és a kalapáccsal megsemmisített kararai márványból készült faduszalkotás Mária Terézia lovasszobra. A krasznahorkai mesepalota örökös urai, a bebek nemzetségeik és az andrásiak. A vár évszázadokon keresztül háborítatlanul hirdette jelenlétünket és történelmünket, és még azután is épségbe maradt, hogy a gyalázatos és azóta is szégyenszemre megmaradt Benes dekrétumok alapján államosították az andrásiak vagyonát, és a Szlovák Nemzeti Múzeum tulajdonába került. A Jókai Mór alapította első magyar nemzet 1913. február 27-én a krasznahorkai vár és kastély utolsó uráról ezt írta. Kevesebb emberrel foglalkozott annyit a közvélemény, kevesebb főúr nagylelkűségét áldotta annyi szegény, kevesebb mecénás áldozott annyit a kultúráért, mint Andrássy Dénes gróf, és kevesebb híres embert ismertek olyan kevesen, mint a remete életet élő, kimeríthetetlen áldozatkészségű, hívságok, ünnepség és fórum kétesértékű zsivajáról megbújvó nagyszerű embert. A gróf hőnszeretett nejével, Franciska grófnéval együtt nagyon szép példáját adta a szolidaritásnak és felelősségnek az elesettek iránt, hiszen egész vagyont költött a szegényekre és a szenvedőkre. A nagy kiterjedésű grófi uradalomban templomok, iskolák, árvaházak, menhelyek, bölcsődék épültek, amelyeket nemzetiségi vagy felekezeti hovatartozás nélkül vehettek igénybe a rászorulók. A történelmi Magyarország egyik legnagyobb és legmeghatározóbb főúri családjának sarja nem csak címerén hirdette, hanem maradéktalanul beteljesítette a történelmi család ősi elmondatát. Non videri sed esse, vagyis nem látszani, hanem lenni. A kassai polgár Márai Sándor is számtalanszor járt Krasznahorkán, és 1938. november 10-én a Pesti Hírlap munkatársaként így tudósított. Egy vasajtón át a kápolna magas erkélyre tévedtünk, és egy csapat ember magasra emelt lobogó fáklyákkal és gyertyákkal a kezében a krasznahorkai vár magas kápolnájának erkélyén jeladás és összebeszélés nélkül egyszerre énekelni kezdte a himnuszt. Ezek a pillanatok, mikor az ember lelke megteli kimondhatatlan életérzés bőségével is kicsordul. Nem hallgatja senki a himnuszt, csak a halott andrásiak a szarkofágban, a halott lőcsei fehérasszony az üvegkoporsóban, s Rákóczi fegyvertársainak szelleme a kihúrt termekben. A várőr velünk énekel, s mikor végeztünk, sírástól reket hangon elmondja, hogy az elmúlt 20 esztendőben egyetlen egyszer hangzott csak fel a magyar himnusz. Néhány évvel ezelőtt szepesi cipszerek jártak itt, hűségfogadalmuk jeléül, és a megjelent csehek legnagyobb ijedelmére és megdöbbenésére elénekelték a magyar nemzetimát. Tisztelt ház! Mindannyiunk előtt ismeretes, hogy ez év március 10-én az andrásiak örökségével jóvátehetetlen dolog történt, hisz Mikszáth Kálmán szavaival a Tóth atyafiak, akik rendkívül fiatal államukkal átvették a csehektől az ősi Andrássy vagyont, képtelenek voltak az utókornak megőrizni a felbecsülhetetlen értéket, és milliárdos kár keletkezett. Messze meghaladná a napirendelőti felszólás kereteit, hogy hogyan történhetett a tűzeset, de ezen már felesleges is elmérkedni. A lényeg szlovákok és magyarok számára csak egy lehet, hogy felépüljön újra Krasznahorka büszke vára. Tisztelt ház! Ezen a napon, amikor végre a magyar országgyűlés előtti térről a hazaáruló Károly szobra eltávolításra kerül, és végre annak az Andrássy Gyulának a lovasszobra újra felállításra kerül, aki a berlini kongresszuson magyar külügyminiszterként, vagy a monarchia külügyminisztereként képviselte Magyarországot, én azt hiszem, hogy ennél szebb nap kevés volt a mostani 20. századi történelmünkben, 21. századi történelmünkben, ezért végül, de nem utolsó sorban engedjék nekem, hogy nagyon szerény mértékben ugyan, de egyhavi tiszteletdíjamat felajánlom annak érdekében, hogy Krasznahorka büszke vára újra felépüljön. Köszönöm a figyelmüket!